Új autó érkezett a bátaszéki önkéntes tűzoltókhoz. Az Egyesület egy 40 éves járművet cserélt le egy korszerűbb autóra. Ahhoz, hogy meg tudják vásárolni a közel 6 millió forintos tűzoltóautót, még tavaly indítottak gyűjtést. Civil egyesületként egy kicsit nehéz volt, nehéz pályázati úton pénzhez jutni, így az Adjuk Össze Hún indult első körben a gyűjtés magánszemélyektől. Megkerestünk helyi vállalkozásokat, cégeket, környékbeli cégeket is, és így sikerült összegyűjtenünk közel 6 millió forintot a saját önerőnkkel együtt, és ebből tudtuk megvalósítani ezt a gépjárművet. Mi is először a pénznek kellett összejönni, és akkor tudtunk nézelődni, hogy milyen irányba, mekkora összeggel tudunk nekivágni ennek az új gépkocsi vásárlásnak. Végül is 5 millió 800 ezer forintért tudtuk megvásárolni, úgyhogy egy kicsit alkottunk belőle. Így málha nélkül, tehát a mi saját málhánk került bele. A gépkocsinknak egy nagyon egyszerű, könnyen kezelhető szivattyútere van. Van rajta egy 40 méteres előre szerelt sugárcsöve, táplálás szereléshez két nyomócsonkkal rendelkezik, illetve maga az utántöltéshez lévő csonkok, felszíváshoz lévő csonkok már a magyar szabványra átalakítva. Bár elődeihez képest kisebb méretű, ez nem feltétlenül hátrány, mondja Bóta Gyula, az egyesület elnöke. Igen, új autó. Abból a szem nem teljesen új, hiszen az egyesületi szinten ma Magyarországon az elérhetetlen, nagyságrendileg 100-120 millió forint körül van egy új gépjármű fecskendő. Nagyon kis fordulékony gépjármű fecskendőről van szó, kicsit kisebb málhatérrel, mint amit mi megszoktunk, ugyanakkor városi bevetésekre, illetve szurdikokba ez egy kiváló választás lesz, rendkívül fordulékony. Túl is van, hála jó Istennek, már az első bevetésén, ahol nagyon-nagyon jól vizsgázott, egy lakóépület tűznél vizet tudott átadni a nagy Renault-nak. Nagyon nagy segítség, bármilyen furcsa is 2000 literes víztartállyal rendelkezik. De gyakorlatilag, hogyha egy komolyabb tűzesethez vonulunk, akkor most már nem 4000, hanem 6000 liter vízzel tudunk, ami nagyon nagy segítség, rengeteg időt tudunk ezzel megspórolni. Magáról a felépítményről annyit kell tudni, hogy ez az önsúlya 5200 kg, az össztömege pedig 9700 kg. 6 fős legénységet tud szállítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez minden tekintetben a mi elvárásainknak abszolút megfelel. És van egy érdekessége, ez Franciaországban nagy divat, van rajta éjszakai sziréna, amit mi fogunk tudni hasznosítani a bátaszék és környéki polgárok nyugalma érdekében.